Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Elkészült Bátaszék költségvetésének első változata, melyet a város képviselőtestülete elé tárt. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a biztonságos működtetés költségvetése a 2020-as. Emellett többek között döntés született a tájház megmentésének érdekében elvégzendő lépésekről is. Bátaszék város önkormányzatának képviselői úgy döntöttek, egyhangúan elfogadják a 2020 évi költségvetés koncepcióját. Bozsolik Róbert polgármester bevezetőjében arról beszélt, a legfontosabb vezérlőelv a biztonságos működés, és ennek megfelelően készült a költségvetés. Tekintettel arra, hogy a városnak még nincs elfogadott 5 éves cselekvési programja, ezért a 2020-as költségvetés markánsan az intézmények és az intézmények működtetését szolgáló épületek felújítását, karbantartását tartalmazza. Ez gyakorlatilag a számvevőségi épülettől a városházán keresztül a tájházig. Tehát ezek voltak a markánsabb pontjai a költségvetésnek, és természetesen tartalmazza mindazokat a városüzemeltetési feladatokat is, amely egy kisvárosi lét legalább 2019-es színvonalon történő működéséhez szükségesek. Tehát azt gondolom, hogy vannak benne mozgásterek, mert a szabad forrásokon belül ezt meg is tehetjük, de akkor kicsit borulni fog az egyébként a költségvetés rendszere. Alapvetően, mint ahogy az elmúlt években, 2020-ban is arra törekedtünk, hogy a város költségvetése stabil, kiszámítható, biztonságos és megfelelő módon végigvihető legyen, valamennyi intézmény számára biztosítsa azokat a forrásokat, ami a működésükhöz 2019 év, illetve 2020 évi színvonalon szükséges. Biztosítja véleményünk szerint azokat a forrásokat, ami a társadalmi szervezetek működéséhez szükséges, hiszen mind a kiemelt szervezeteknek, mind az egyéb szervezeteknek megfelelő, sőt a 2019-hez képest emelt összegű kereteket tartalmaz. A szociális ellátás területén is törekedtünk arra, hogy az évvégén módosított helyi rendeletünkhez igazodóan és a várató igényekhez igazodóan egy kicsit emeltebb összegű keretben tudjuk biztosítani a működést, sőt, abban is döntés született, hogy ha és amennyiben ez mégsem lenne elegendő, akkor megfelelő céltartalékot is képeztünk a források kiegészítése érdekében. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy gyakorlatilag ez a költségvetés ebben az esztendőben is külső forrás bevonása nélkül tartalmaz bevételi oldalt, ami azt jelenti, hogy semmilyen hitelt nem kell felvenni annak érdekében, hogy a város mindazon elképzeléseit, amelyet ebben az első fordulós anyagban szerepeltettünk, meg tudjuk valósítani. A költségvetés jelen állapotában nem a végleges változat, várhatóan számos módosító indítvány lát majd napvilágot. Mindaddig, amíg ezek az észszerűség és az elvek mentén születnek meg, lehet róluk tárgyalni, mondta a polgármester. Amennyiben azon elképzelések mentén születnek ezek a módosító indítványok, meg valójában tényleg a mátaszéki közösség épülését és fejlődését szolgálja, megfelelő módon támogatni is tudjuk, hogy a költségvetésünk elfogadásra kerüljön. A vízrendszer korszerűsítése kapcsán az önkormányzat kénytelen saját forrásaihoz nyúlni. Igaz, ezzel jelentős költségcsökkentést ér el. A vízi közműrendszerhez kapcsolódó szennyvízhálózaton lévő átemelő szivattyúkat kívánjuk korszerűsíteni, energiatakarékosabbak lesznek, és együttműködve az Erőbb ZRT-vel ez a pályázat benyújtásra került, és ehhez szükséges a saját erőbiztosítása. Kedvezőbb nyilván ez a szám, amit a saját forrásból kell biztosítani, viszont rendelkezésünkre áll használati díj, amit az Erőv szedbe gyakorlatilag a ivóvízdíjakból, és ezt a forrás fogjuk mellé tenni, és ezzel együtt fog ez a beruházás megvalósulni. A Bátaszéki Tájház országos védelem alatt álló épülete több pontján megsüllyedt és repedezésnek indult. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani, és ennek érdekében felmérések készülnek. Minimális magasságú vagy mélységű alapot építettek, és emiatt süllyedések találhatók rajta, illetve a süllyedésből adódó repedések vannak szinte mindenütt a házon. Ehhez a szakvéleményhez készült egy tervdokumentáció, ami ugye a javítási módokat tartalmazza. Ez a két dokumentum kerül az idei évben kiegészítésre, azzal, hogy az előkészítési munkák
programra pályázatot tudunk most benyújtani, ami 50%-os támogatási intenzitást jelent Bátaszék város tekintetében. Amennyiben ezek napvilágot látnak, a városnak lehetősége lesz majd pályázni a felújításra az év második felében. Tovább erősödött a kapcsolat Bátaszék és a felvidéki Nagysalló között. A testvérvárosi együttműködés keretében két napos látogatáson járt a bátaszéki delegáció a Csemadok 70. évfordulóján tartott rendezvényen. Bátaszékvárost történelmi kapcsolatok fűzik Nagysalló településhez. Az 1940-es évek végén történt felvidéki kitelepítés után nagyon sok család itt talált magának új lakhelyet. Az így kiépült személyes kapcsolatok után nem véletlen, hogy a két város testvérvárosi kapcsolatot alakított ki egymással. 1997-ben szentesedett végül is az a kapcsolat, illetve került aláírásra az a testvértelepülési megállapodás, amely intézményesítette ezt a kapcsolatot és testvértelepülési szintre emelte. Azóta azt gondolom, hogy kiemelkedően fejlődött és élő kapcsolatunk van nagysalói barátainkkal. Ezek közé tartozik többek között a Nagysalóban is működő Csemadok alapszervezettel a kapcsolat, hiszen a Csemadok révén és az ott élő és dolgozó felvidéki magyar barátaink révén programok szerveződése zajlik, látogatjuk egymás eseményeit, a Csemadok részt vesz többek között a gasztronómiai estünkön, kirándulást szerveztek Bátaszékre, de aktívan részt vesznek egyébként a Nagysalló községnek a rendezvényei szervezésében, ahol mi is ott szoktunk vendégként lenni. Tehát fontos számunkra, hogy ez a kapcsolat élő legyen. Ugye a képviselőtestület az elmúlt ülésen döntött többek között arról is, hogy a Rákóczi Szövetséget támogatja, és a Rákóczi Szövetségnek azon programját, ami a határon túli magyarok is, ennek megfelelően a felvidéki magyarság magyar iskolába való beiratását támogatja. Mi is csatlakoztunk ehhez a dologhoz, hiszen fontosnak tartjuk, hogy például Nagysalóban is lehetőség szerint minél többen tartsák meg a magyar identitásukat. A bátaszéki delegáció a minap járt Nagysalóban, és a tárgyalások mellett kulturális programokkal is színesítették a találkozót. Ez a rendezvény egyébként beleilleszkedik Szlovákiában a Csemadok 70 éves évfordulójában, hiszen maga a szervezet is ünnepli az évfordulóját. Így örültünk, hogy részesei lehettünk, egy kis kulturális programot is vittünk, hiszen a bátaszéki amatőr színjátszók elvitték a Fátyol titkai című előadásukat. Azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, tartalmas és előremutató két napot töltöttünk Nagysalóban. Idén egyrészt a városavató jubileum kapcsán tervezzük egy barátságoszlop állítását, ahol Nagysalló is meg fog jelenni, és meg fogjuk jeleníteni. És hát tervezzük szokásoknak megfelelően különböző rendezvényeken való részvételt, jönnek a bátaszéken rendezendő eurómókára. Mi szándékunkban áll április hónapban a nagysallói csata ünnepsége kapcsán részt venni az általuk szervezett koszorúzás ünnepsége az új falunapjukon. Ennek folytatásaként a bátaszékiek szívesen várják a nagysallóiakat minden hivatalos bátaszéki ünnepen. Bátaszéken már szinte hagyománynak számít, hogy a téli időszakban egymást érik a bálok. Ez a hétvégén sem történt másként. Most a református felekezet kínált lehetőséget a szórakozásra azoknak, akik felhúzták a táncos cipőjüket. A program szervezője szerint azonban fontos, hogy nem csak a hívők vehettek részt a rendezvényükön. A bátaszékiek mulatós népnek számítanak. Egymást érik a táncos összejövetelek ilyenkor farsang idején. De hát ez így is már rendjén. Nemrég rendezték meg a sportbált, amit követett a Székely Unokák bálja, és most a református közösség tagjai ünnepeltek. A szervezők fontosnak tartották hangsúlyozni, az eseményre nem csak a reformátusokat várták. A közösség szellemi erősítése, valamint a házasság hete miatt is felvetődött az ötlet a felekezet tagjaiban ennek az estének megszervezésére. Minden közösségi rendezvény ugye egy pozitív élmény az embereknek, hogy együtt lehetnek vidámságban, örömben. Ennek a rendezvénynek az ötletét tulajdonképpen az adta, hogy szerettünk volna a házasság hetéhez kapcsolódóan mi is egy szép estet együtt tölteni, a házaspárokat egy picit újra összekovácsolni, vagy egy picit másként, más hangulatba összehozni őket. Ezért gondoltunk arra, hogy egy táncos estet fogunk szervezni házaspároknak először,
És mivel korábban már az a gondolat is megfogalmazódott a közösségünkben, hogy egy református bált szervezzünk, és elég kevés az a hétvége, amikor ez is vagy az is létrejöhetne, ezért igazából úgy alakult, hogy a kettőt ötvöztük. Hogy a táncos est az tulajdonképpen egy bállal, egy rendezvénnyel, egy mulatsággal folytatódik. És így most már nem csak házaspároknak szól, hanem mindenki hozhatta a családba, úgyhogy mi is hoztuk a gyerekeinket is, meg mindenki a gyerekeket is. Az is jó szerintem, hogy láthatják az emberek, hogy a vallásosság, a hívő élet az nem egy zárkózott, csak imádsággal teli élet, hanem arról is szól, hogy Isten arra teremtette ezt a világot, benne minket és az életet is, hogy jól érezzük magunkat benne. Legyen benne zene, legyen benne tánc, és ugye mindez nem egymagában az embernek, hanem közösségként, párban is, és nagyobb közösségben. Az eseménynek egy mottója is volt, melyet Fekete Zoltán lelkész fogalmazott meg. Ez hülyen képviseli a közösséget, önmagát. Az volt a mottója ennek a református bálnak, táncos mulatságnak, vidámságnak. Nem hagyta magát bizonyság nélkül, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Ugye ezt Istenről mondja Pál apostol, ami megjelenti azt, hogy Isten egy gondviselő teremtő, aki sok mindent belerejtett az életünkbe, aminek tudunk örülni, és élvezzük azt, hogy ez benne van. És ilyen ilyen a fehér abrosz melletti közösség, ilyen a tánc, amikor együtt tudunk örülni, és ugye abban is látunk párhuzamokat, hogy páros táncok és közösségi táncok is vannak, ahogy az életünk fölépül. Ahogy a házasságra ez rámutat, ahogy egy közösség együtt örömére rámutat. Hogy innen indulunk ki, és ez az igevers arra is rámutat, hogy bár nem hagyta Isten bizonyság nélkül magát, és adta ezeket, gondoljunk már arra is, akitől jön ez. Hogy lépjünk tovább, és egy kicsit mutat mindaz, hogy így ezekben együtt tudunk lenni és örülni, az mutat Istenre, hogy ismerjük őt még jobban meg. És ugye az evangélium az, amiben még teljesebben meg lehet őt ismerni. Fekete Zoltán szerint korábban is egységes volt a református közösség, azonban az ilyen táncos-zenés estek még inkább össze tudják kovácsolni a tagokat, akik a bál szervezéséből, lebonyolításából is tevékenyen kivették részüket. Egy ilyen rendezvényt nagyon nehéz egyedül megszervezni. Adja magát, hogy ha van egy jó ötlet, akkor többen kell, hogy részt vegyünk. És a közösség ezt már ugye régóta gyakorolja, hogy amióta táborokat szervezünk, közösségi alkalmakat, hétközi, vagy egy szülőkiskolája előadássorozatot, vagy mondjuk egy ilyen bálat, mint most. De nagyon sok élményt ad az, hogy együtt csinálunk valamit, együtt szervezünk, és ez formál minket, mert különbözőek vagyunk, és az a különbözőség mellett az egység, ez egy nagyon alapvető része a kereszténységnek, hogy megőrizni az egységet, miközben különbözően teszünk hozzá. Ugye ez alapvetően egy bibliai közösségmodell. Az este résztvevőinek különös programot kínált a rendezőség. Néptáncokat, társas táncokat tanulhattak az oktatótól, Molnár Tamástól. A táncmester főleg közösségi táncokat hozott, hogy a hangulatot oldja. Közösségi táncok azért nagyon jók, mert nemtől függetlenül, akár körolgazatban, akár vonalolgazatban egy adott zenére nagyon gazdag formációt lehet megtanulni. Nem riasztja a táncosokat csak az, hogy van-e párja, nincs-e párja, de a közösségi szellemet viszont borzasztóan erősíti. Úgyhogy sokféle közösségi táncot hoztam, ilyen például a zsidókörtáncok, country line dance, vagy egyszerűen jazz sor, a lépéssor, amit szintén minden irányba tudunk gyakorolni, de a reneszánsz lépéseket is megnézegetjük, egy kicsit a lábunkba belesajtolva, különleges kuriózum ez szerintem. Sokan jönnek hozzám úgy, hogy botlábok van, úgyhogy ez a mondaton én mindig át szoktam lépni, mert hiszem azt, hogy ez tanulható, bármikor tanulható, úgyhogy ezt ki is lehet most próbálni. A tánc az olyan műfaj szerintem, ami az embereknek egy olyan kapcsolódási felület egymással, ami hát kötetlen.
a mozgás nyelvén társalódnak igazából. Ez egy óriás nagy öröm lehet, akár párosan is, akár közösségben is megérhető ez a forma, mint táncnyelv. Úgyhogy a vidámságot, örömet a táncon lehet legjobban kifejezni egy jó zenére, már ne. A közös feladatok erősítik a kapcsolatokat egy csoporton, vagy adott esetben egy osztályközösségen belül. Mindenre az általános iskolások farsangja volt a legjobb példa, ahol a 8. osztályosok közös műsorai okoztak fergeteges pillanatokat a nézőknek és a szereplőknek egyaránt. Zsúfolásig megtelt a Kanizsai Dorottya iskola aulája. A kisebb korosztályok kíváncsian lesték, milyen programokkal rukkolnak elő így farsang táján a felsős évfolyamosok. Nos, a hatás nem maradt el, hangos kacagást töltötte be, szinte minden pillanatban az épületet. A gyerekek kreativitása nem ismert határokat, és a pedagógusok elmondása szerint az elmúlt napok jó eső izgalma hatotta át a mindennapokat. Arról nem is beszélve, hogy ezek a programok jelentősen hozzájárulnak a közösségek megerősödéséhez. Nagyon jó példa volt arra, hogy igenis van a mai fiatalságban is kellő szellem, meg humorosság, meg kitartó erő, meg tudnak tanulni ilyen produkciókat, és nagy átélésre tudják szórakoztatni a szép számú nézőközönséget. Igen, kell hozzá. Kell hozzá olyan pedagógus, aki egy kicsit a gyerekeknek a figyelmét fölkelti, és kaphatók rá, és amit láttuk a produkciókon, valóban megvan a tehetség bennük. Itt a felső tagozaton most ugye mostatjuk a farsangi vált, az osztályoknak a nagyobbik fele beöltözött, és valami komoly produkció, főleg a 8-osok, 7-8-osok egy összetett komplet produkcióval álltak, és gyakoroltak be, tehát ez nem akármi feladat. Erre időt kell szánni, kosztümöket, jelmezeket, szerepeket, momentumokat begyakorolni, beletették az energiát becsületesen. Természetesen egy ilyen előadásból a pedagógusok is kiveszik a részüket, hiszen az osztályfőnökök jobb esetben együtt sírnak vagy nevetnek a rájuk bízottakkal. És 4 év közös múlt után nem kellett kérdés, jut-e szerep a búcsúfarsangon az osztályfőnöknek. Hát ezt közösen követtük el, úgyhogy mindenki hozzáadott valamilyen ötletet, és hát az volt a nagy célunk, hogy 8-osok vagyunk, és hogy még egyszer utoljára valami nagy dobás készüljön együtt. Nagyon-nagyon pozitív közösség formáló ereje van az ilyennek. Együtt töltünk időt, nevetünk és bohockodunk, és azt hiszem, hogy erre a sok tanulás mellett nagyon nagy szükség. Látják azt, hogy hogyan ötletelünk, később talán ennek is hasznát veszük, illetve rendkívüli közösség formáló ereje van, én azt gondolom. És azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amikre 10-20-30 év múlva is nagy szívesen vissza fognak emlékezni. Hiszem, hogy pontosan ezek a pozitív példák azok, ami miatt motiváltak a gyerekek. Az alsó évfolyamosok árgus szemekkel figyelték a nagy produkciókat. Gyaníthatóan nem csupán az ötleteket vesték el, hanem megéreztek valamit abból, hogyan dolgozik egy közös célért, egymásért, egy sokat próbált közösség. Sikerült elérnie a Bátaszék Sport Egyesület vezetőinek, hogy a csarnok névadójáról, a település híres sportemberéről, idősebb Kalász Jánosról elnevezett utánpótlás torna ne veszítsen sokat kezdeti rangjából. Dél-Dunántúl patinás klubjai minden évben a torna résztvevői. Már évek óta jönnek a szabadkai U12-es focisták is, és a korábbi években emelte a rangját egy patinás fővárosi nagycsapat is. Az Újpest volt itt tavaly, de az idén technikai okok miatt az utolsó pillanatban levonták a részvételt. A II. Világháború időszakában jeles bátaszéki testnevelőről, kiváló labdarúgóról, Kalász Jánosról elnevezett tornát 32 évvel ezelőtt 1988-ban rendezték meg először. Az első tornán Rírusz is vendégek voltak, mert a Ferencváros is itt játszott a PMSC Dárdai Palival, a magyar válogatott volt edzőjével. Akkor Fejér Csaba? Fejér Csaba. Dárdai Pali. Fehér Csaba rúgta a döntő gólt, 1-0 nyert Szekszárd a PMSC ellen. Az évtizedek múltán az ilyen tornák számának növekedésével
képtelenség ennyi rangos csapatot meghívni, de a Bátaszék ESE, mint rendező egyesület mindig törekszik arra, hogy legalább Dél-Dunántúl patinás csapatai vegyenek részt a Kalász János kupán minden évben. Maga a győztesnek számító vándorselleg igazi kuriózum erekének számít, hiszen ezt egy háborús fegyverből kalapálták ki anno, és ez volt a gólkirályi jutalma idősebb Kalász Jánosnak az 1946-47-es megyei bajnokság végén, aki 36 gólt ért el ebben a szezonban. Ő személyesen kapta, rá is van gravírozva, hogy 33, Kalász János. Ő kapta személyesen, és halála után én örököltem, és ezt a kupát felajánlottam Vándor Serlegnek. Az öreg fiú kapcsolat hozadéka, hogy évek óta a szabadkai csapat is részvevője a Kalász kupának. Érdekes, egy az egyben a híres Kót csapat, a Celtic zöld-fehér keresztcsíkos szerelésében léptek pályára a szabadkaiak. Első ember az a szabadkai csapat, ő szeretett a Celtic, és mindenki generáció van, ez mez, zöld és ez a fehér. Egységes. Egység, igen. Ez a miünk cím, zöld, fehér. A híres Spartak Subotica és más csapatoknak képeznek fiatalokat a szabadkaiak. Zvezdan Csoszics elmondta, sok nehézséggel küzdenek a képzés során, de nagyon büszke arra, hogy két olyan szerb játékossal is dolgozhatott pályafutása során, akik ma a spanyol első osztályban is megállják a helyüket. Ez az iskola, ahol miünk szabadkai van, két gyerek, aki játszik, egy gyerek játszik a Eibar Spánia. Ott van az első kapus, az a Eibar. Dmitrovics. Dmitrovics Márk, ő is volt ez az iskola, és plusz egy gyerek most az első szuperligás Javor Zvekanov ott van. Ez a két gyerek, az a miünk gyerek, aki itt kezdeni a szabadkán. A meccsek közötti megbeszéléseken a bátaszékiek és a szabadkai vezetők edzők között szóba került a kölcsönös előnyökön alapuló további szakmai együttműködés lehetősége is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!